Zenés műsorral készült a gyerekeknek a Dombóvári Művelődési Ház a Városi Farsangon. Az Életfa Nagycsaládos Egyesület, valamint a Földi István Könyvtár kézműves foglalkozással várta a családokat. A zsűrinek egyébként nagyon nehéz dolga volt, hiszen több volt az a jelmez, amit otthon készítettek a szülők, családok is beöltöztek, tehát igazán nehéz dolga volt, és egész pici, két hónapos, meg egész pici gyermekek is voltak, de voltak nagyobbak is, szerencsére felsősök is. A koncert után meg volt az eredményhirdetés, tortákat kaptak ajándékba, illetve külön díjat is, amit az Életfa Nagycsaládos Egyesület ajánlott fel. De hát még nincs vége a bulinak, most lehet hallani, hogy az itt meghívott Bohócnak van egy interaktív műsora, utána lufi hajtogatás következik, ami nagyon népszerű a gyermekek közében. A gyermekek számára a legnagyobb boldogságot az jelentette, hogy felvehették kedvenc mesefigurájuk jelmezét. A szülők örömmel kísérték el a kicsiket a közösségépítő programra. Neki most az első farsangja, tavaly nekik volt az első farsang, úgyhogy egy nagy élmény nekünk, mert a pici még nem jár óviba, úgyhogy neki is, hogy végre beöltözhetett, élveztük, úgyhogy igen. Örülök a lehetőségnek. A jelmezkészítés fontos tényezője a farsangi időszaknak, hiszen a családtagok minőségi időt töltenek el egymással. Én azt gondolom, hogy ahogy említettem, örülünk annak, és a zsűri is díjazza azt, hogyha a szülők készítik, vagy anyuka, vagy apuka jelmezeket, hiszen ez már azt jelenti, hogy összeül a család, eleve ad egy ötletet, vagy apuka, anyuka, vagy a kisgyermek egy kedvenc sorozata, és ha már össze tudnak ülni, hogy közösen dolgoznak rajta, akkor kreativitás, együtt van a család, el kell jönni felvonulni. Azt is láthattuk, hogy lehet, hogy az óvodában a legrosszabb gyerek, aki rálép a másik lábára, itt abban a pillanatban a zsűri elé kell állni, egy kicsit megszepen. Tehát ezt is tanulják egy picit, hogy ki kell állni valaki elé, föl kell vállalni azt a jelmezt, amiben készülnek. A mulatozás mellett nem maradhatott el a fánk sem, amelyet a Dombóvári Székely Kör tagjai készítettek el a résztvevőknek. Közel 200 darab fánkot sütünk, és a végén, amikor az eredményhirdetés megtörtént utána, akkor fogjuk odaadni a gyerekeknek. Ezt mi sütöttük, mi dagasztottuk, mi gyúrtuk, szaggattuk, sütjük, úgyhogy nagy élvezettel. Hihetetlen mennyiség. Egyébként nagy családom van otthon, de ennyit nem sütöttem még. A zsűri a jelmezeket tortával díjazta, melyet az Életfa Nagycsaládos Egyesület ajánlott fel.